Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Május a rákoknak. Mit üzen az univerzum? Május 5-én holdfogyatkozás. Május 15-ig a Merkur retrográd. Ezért ez az időszak egy picit nehezebb, egy picit depressziósabb lehet. Hát az univerzum ketté szakította nekünk a májust. Na de nézzük, május eleje. Ó, de csodálatos, nagy arkánum. A főpap, a fenti áldás itt lesz velünk, drága rákok. Itt lesz velünk. A legelső kártya tehát kihat az egész hónapra. A fenti áldás. Jó kezdés. Megyünk tovább. És a folytatás is. Ilyen csodálatos. Ez maga a mennyország. Ez maga a béke, a nyugalom, a harmónia. Meg lehet nyugodni, hátra lehet dőlni. Minden rendben lesz. Tehát az univerzum mindent elintéz nekünk. És egyébként ez az időszak ilyen, amikor retrográd a Merkur, akkor nem érdemes semmit erőltetni, mert ugrálnak a kártyák, pozitív kártyák, napocska. Tehát minden csodálatos, nos, a kártyák energikusak, mit mondjak. Jaj, de csodálatos kelyhek. Vízenergia, a ti energiátok, az ász, az lehetőség, új boldogság, forrás. Ez az egyik Jolly Joker, ez maga a grál. Ott van az univerzum, kínál nekünk valamilyen lehetőséget, valamilyen csodát. Nos, minden rendben lesz, így van. Főleg, hogyha érezhetünk egy kis depressziót, mondjuk a rákok érzékenyebbek, persze, tudjuk. A holdfogyatkozás, a hold, hát a rákok felett uralkodik, okozhat egy kis depressziót, egy kis szomorúságot. Nem, minden rendben lesz, nem is kell ezzel foglalkozni. A szomorúság, a depresszió, én azt mondom, most ez egy normális állapot. Csodálatos. Még visszatérünk ide, kérünk szépen plusz energiát, és kérünk szépen plusz információt. Hát ez a kártyapakli is energikus. Energikus, persze, hogy energikus. Hát hogy ne? Hát a Mars most a rákokban van. A rák csillagjegyben. Ez nekünk egyes ház. Hát persze, hogy van energiánk. A rákok azért energikusak most. Nos, megyünk tovább. Ötös. Ez a kártya, ez hozhat valamilyen anyagi nehézséget? Hozhat. Vagy betegséget? Hozhat. Na, megnézzük, hogy mit akar mondani nekünk ez a plusz anyagi kiadás, váratlan anyagi kiadás. Az lehet. Húzok még egyet. A mágust húztam ki, ez egy csodálatos, de egyszerűen nagyon energikusak a kártyák. Nos, ötös után még egy ötös, konkurencia. Aha, nos, itt a válasz, konkurencia van. Most ezt a konkurenciát le kell ezt küzdeni. Lehet, hogy valaki elmegy új munkahelyet nézni, de arra a munkahelyre többen pályáznak például, és meg kell ezt küzdeni velük. De egyébként ez sportszerű küzdés, tisztességes küzdés, és ez a kártya azt üzeni, hogy a hit az maradjon meg. A hit, a remény, de a hit. Hinni kell az univerzumba, hogy minden rendben lesz. Hát főleg ilyen csodálatos kártyák után itt megkaptuk a harmóniát, az egyensúlyt. Tízes!
tízes. A tízes azt üzeni botok, tehát tűzenergia, itt folytatódik ugyanaz a tűzenergia, azt üzeni nekünk, hogy még ha nehéz is, akkor is elérjük a célunkat. Lesznek akadályok, a lényeg, nem szabad megijedni az akadályoktól, tehát őket le kell győzni, meg kell oldani, és tovább haladni a célunkhoz. Sikerülni fog. Ez a kártya mutat olyat is, hogy egyszerűen sok mindent vállalunk magunkra. Igen, ilyen is lehet. Többet dolgozunk, 2-3 munkahelyen dolgozunk például, mert anyagilag akarunk segíteni valakinek. Ez lehet akár egy családtag, egy barát. Na most erre viszont oda kell figyelni, mert rámehet az egészségünkre, hiszen ez a kártya mutathat betegséget, jó? És ez a kártya maga az egyensúly azt üzeni, azt tanácsolja, hogy egyensúlyban kell tartani a dolgokat. Például az evésben egyensúlyt tartani. De a munka és a pihenés között is legyen meg az egyensúly, a harmónia. Ez fontos figyelmeztetés. Hát nekem nem sikerül. Éjjel-nappal munka-munka. 18 éve lesz. Április 26-án. Akkor lesz 18 éves a kislányom. Hát azóta nincs megállás. Éjjel-nappal. Na de ez a tanács, hogy vigyázzunk erre. Na de megyünk tovább. Május vége. Mit mond nekünk a zöld boszorkány? Jaj, de szeretem ezt a kártyát. Hatos kardok. Nagy, imádom ezt a kártyát egyszerűen. Az esetek, hát 80, de inkább 90%-ban én azt szoktam tapasztalni, amikor kijön ez a kártya, hogy itt változás van. Hogy egyszerűen a nehezebb élet, a gondterhes élet már a múlté. És hova evezünk? A szebb életünkhöz. Tehát a szebb, a jobb, a boldogabb élet az ott van előttünk. Nos, oda evezünk. És igen, például kaptunk egy megerősítést, hogy itt, ha jön valamilyen nehézség, valamilyen problémák, le kell küzdeni, és ez sikerülni fog, mert a tízes azt üzeni, hogy sikerül. Itt kaptunk egy megerősítést, hogy a nehezebb időszak a hátunk mögött marad. Nagyon jó. Utazást is szokott mutatni ez a kártya. Autóvásárlást például szokott mutatni, vagy kerékpárvásárlást. De általában, ha autóról van szó, akkor nem új autó, ha ez a kártya jön ki. De az a lényeg, hogy május 17-e után, amikor a Merkur kilép ebből a retrográd állapotból, nagyon jó vásárolni autót, lakást, házat, tehát értéket, igen, nagyon jó. És egyébként elindulnak akkor a dolgok. Na, nem mondom, mit csinálnak a kártyák. Hát mit csináltok? Mit csináltok velem? Na, viselkedjetek. Tehát itt van előrehaladás. Ha netán a retrográd Merkur hoz valamilyen megállást, tehát egyszerűen dolgozunk, de valahogy olyan nehezen tudunk előrehaladni, akkor itt minden elindul. Megyünk tovább, kaptunk egy megerősítést, megint itt a lovag, kardok, megint levegő energia, elindulnak a dolgok. Persze, előrehaladást, igen. Utazás, igen, jönnek a hírek, igen, jönnek a lehetőségek, igen. Ez gyorsaság, valami nagyon begyorsul. Lehet, hogy kapunk egy lehetőséget. És gyorsan kell ezt rá reagálni, válaszolni, összepakolni, gyorsan elutazni. Nagyon jó. És van egy király. Pénz áll a házhoz. Igen, valami pénzzel kapcsolatos. Ez lehet egy nagyon jó munkahely. Itt van
az ötös, az érmék, a pénztelenség kártyája. És itt van a király, az egyik legcsodálatosabb pénzes lap. Tehát minden megoldódik, igen. Ha esetleg kell hitel kölcsön, akkor meg fogjuk kapni például, mert ez lehet maga a bank. De egy olyan személy, akinek van pénze, tehát tud nekünk segíteni. Nagyon gyakran ez a király vagy bak, vagy bika, vagy szűz csillagjegy. Nagyon gyakran. De ez a kártya azt üzeni, hogy van pénzünk. Nos, plusz információt kérünk szépen, ha bár ott az eleje olyan csodálatos, de azért nézzünk egyet. A fekete macskák mit mondanak nekünk? A fekete macskák. Fekete macskák. Na, mit nézzünk? Nézzük meg a főpap, mit üzen nekünk, a fenti áldás. A fenti áldás, az újjászületés. A macska ledobja a régi bőrét, a fekete bundáját, és újjászületik. Ott az új bőrben lép ki. Ez nagy árkánum, ez maga a világ. Ez a kártya azt üzeni, hogy egy ciklus befejeződött az életünkben, és egy új ciklus kezdődik, tehát megkapjuk a fenti áldást. Valaki lehet, hogy levizsgázik végre valahára. Valaki lehet, hogy férhez megy. Tehát ez is egy új ciklus. Együtt csak úgy együtt voltunk, most meg hivatalosan együtt vagyunk. Valaki megkap egy fontos dokumentumot például. Tehát itt bármi lehet. Külföld például, ez a kártya, ez maga a külföld. Lehet valaki megkapja az állampolgárságot. Ez is egy fenti áldás. Tehát valami jobb, de az biztos, hogy az életünk magasabb szintre fog felemelkedni. Ez zseniális, zseniális kártya. Zseniális, csodálatos, boldogságos befejezés. Kérünk szépen plusz információt. Na, nézzük meg ezt az ötöst, az érmék. Plusz információt kapunk itt. Plusz információ. És egyszerűen nagyon energikusak a kártyák. Ez a kártyapaklis. Hetes. Itt van az ötös, a konkurencia, és a hetes, botok. Ez, ha azt mondtam, hogy ez sportszerű küzdés, tisztességes konkurencia, akkor ez viszont nem. Ez viszont nem, meg kell küzdeni velük. Tehát valaki valamiben minket akadályozhat. Valaki irigykedik a sikerünkre. Igen, ilyen van. Tartsuk titokban, jó? A sikert tartsuk titokban. A boldogság a csendet szereti. Jó? Itt van konkurencia. De sikerül legyőzni a konkurenciát. Ha vannak anyagi akadályok, anyagi gondok, sikerül legyőzni, mert a hetes is azt üzeni, még ha lehetetlen is, akkor is sikerülni fog, és ott a tízes. Tehát elérjük a célunkat, de az utunkon lesznek akadályok. Erre számítani kell, fel kell készülni, ne legyen meglepetés, és sikerül, persze, hogy sikerül. Itt van a pénz, itt a királynő, itt a király, az érmék királya, itt a királynő, tehát sikerül. A királynőnek van pénze, van erőforrása, van egészség, hogyne. Ha itt betegségről van szó, akkor le fogjuk tudni küzdeni. Így van. És egyébként ez egy pár, a királynő és a király. Valaki megtalálja élete párját? Igen, ilyen is lehet. Ez egy plusz információ valakinek. Nagyon jó. Kaptunk egy megerősítést, hogy minden megoldódik.
Nos, mit mond nekünk Edgar Poe? Nézzük csak ezeket a változásokat is, ezt a gyorsaságot. Mi lehet itt? Plusz információ. Hármas, kardok, a plusz információ, megint kardok, kardok, és itt is kardok, tehát levegő energia, többet ésszel, mint szívvel. Jó? Ésszel. A hideg vér, a logika, a józanész, és sorolhatnám, ez a fontos, hogy elkerüljük a csalódást. Titokban kell tartani a sikert. Jó? Nos, van még nekem itt kártyapaklim. Az egyik kedvencem a mindennapi boszorkányok. Plusz információt kérünk szépen még tőlük. Hetes, ér még pénz, türelem. Ez a kártya azt üzeni, hogy türelmesnek kell lenni. Jönni fog a pénz, még egy picit várni kell. Tehát ha valakinek itt vannak, vagy lesznek anyagi gondjai, anyagi problémák, minden megoldódik. Türelem. Még egy picit várni kell, és jönni fog a pénz. Ez egy nagyon jó megerősítés. Jó? Tehát minden rendben lesz. És az érmék nem csak pénz, hanem értékek is. Kinek mi az érték? Valakinek a pénz, valakinek az egészség, valakinek a karrier, minden rendben lesz. Jó? Csak türelem. Jó? A holdfogyatkozás, a retrográd Merkur hoznak ilyen nehézségeket, mondjuk így finoman, tudnak hozni. Minden rendeződik. A nehezebb időkre, a nehezebb pillanatokra az univerzum ad nekünk tanácsot. Ha lemerültünk például, ha egy kicsit elkeseredtünk, valami kiugrott, ha mondom, ilyen energikusak a kártyák, hát akkor legyen ez. Az öröm, az igazi teremtő, az öröm, igen. Ha boldogok vagyunk, ha örülni fogunk az apróságoknak, akkor még nagyobb csodát be tudunk vonzani az életünkbe. Az öröm. És itt az öröm, itt van ez a kehely. Ez új boldogságforrás. Hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!